Üdvözlöm az Oxigén Televízió kedves nézőit, önök napi hírösszefoglaló műsorunkat látják, január 19-én hétfőn. Simán legyőzte a győri Audi-Etókáncia a Siófokot és a női kézilabda NB1-ben. Nagy sikerű premiért tartott a Tatabányai Jászai Majori Színház, és egy törvénymódosítás okozott félreértést a gimnáziumi felvételiken. Ezek lesznek kiemelt témáink mai híradónkban, már is mutatjuk a részleteket. Egy törvénymódosítás szerint mostantól 8 osztályos gimnáziumban csak a negyedikesek, 6 osztályban pedig csak a hatodikasok jelentkezhetnek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirtelen bejelentése miatt félreértések adódtak az idei felvételiken. Világhírű darabot állított színpadra a Tatabányai Jászai Majori Színház, Fejdő a hülyéje című előadása nagy sikert aratott a nézők között. Simán győzött, mégis nagy veszteséget szenvedett a győri Audi-Etókáncia női kézilabda NB1-ben. A horvát kapus jelen a Grubišić térszalagszakadás szenvedett. És marad az enyhe idő is a folytatásban, és a következő napokban még eső is előfordulhat. Adásunk végén természetesen részletesen is elmondjuk, hogy milyen időjárásra lehet számítani a hét elején. Egy törvénymódosítás miatt nem jelentkezhetnek 5. osztályos diákok 8 osztályos gimnáziumba, de 7-esek sem jelentkezhetnek 6 osztályos gimnáziumba. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint azért volt szükség a módosításra, mert az úgynevezett túlkoros diákok a plusz egy évvel előnyhöz jutottak a felvételin. A törvénymódosítás azonban nem volt egyértelmű, először mindenki úgy tudta, hogy már idén sem felvételizhetnek az ebből a szempontból túlkoros gyerekek, de mire értesítették őket, kiderült, hogy csak jövőre veszik el ezt a lehetőséget tőlük. Hogy pontosan hányan maradtak le miatt erről a lehetőségről nem tudni, az viszont biztos, hogy január 22-én pótolni lehet az elszalasztott írásbelit. Felvételire készülnek a diákok a győri Révai gimnázium előtt. Az írásbelire nem mehettünk benne, hogy megzavarjuk a gyerekeket, így a gyülekezésről készítettünk képeket. Országosan csaknem 66 ezer általános iskolás írt a szombaton a középiskolai felvételi vizsgát magyar nyelvből és matematikából. A felvételi előtti napokban módosították a köznevelési törvényt, amely szerint megszűnt a szülői kérésre elrendelt évismétlés lehetősége. Tehát 6 osztályos gimnáziumba csak 6-os, 8 osztályos gimnáziumba csak 4-es diákok jelentkezhetnek. Az idén felvételizőkre a módosítás még nem vonatkozott. Hogyha egy elsős diák bár teljesítette a követelményeket, megismételheti az első osztályt, az összes többi évfolyamon az ilyen típusú ismétlést már nem fogja megengedni a törvény. Ezen volt egy kis értelmezési probléma. Az oktatási hivataltól azt a levelet kaptuk, hogy azok a gyerekek, akik már 6-os bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy már 8-os bizonyítvánnyal rendelkeznek, tehát 7. vagy 9. járnak, ők nem vehetnek részt a felvételin, és ezt igazította ki az államtitkárság egy levéllel, miszerint mivel maga a felvételi eljárásnak a jelentkezési része már december közepén megtörtént, ezért ezeket a gyerekeket ne zárjuk ki a felvételi lehetőségéből. Az általunk megkérdezett szülők szerint a régi rendszer jól működött, és ezzel a változtatással az általános iskolások elveszítenének egy lehetőséget továbbtanulásuk során. Egy jó lehetőségnek tartom, mert hiszen bárki bármikor egy kicsit később is később érő típusok azok lehetőséget kapnak esetleg egy új kezdésre. Hogyha ideig volt egy jól bevált rendszer, akkor nem biztos, hogy meg kell változtatni, főleg ilyen későn. Tehát ha változtatnak annyit, akkor időbe kellene ezt megcsinálni. Horváth Péter a Révai Miklós gimnázium igazgatója szerint is bizonyos eseteknél nagy veszteség a diákok számára ez a törvénymódosítás. Például, hogyha középiskolát nézem, van egy olyan diák, akit felvettek 9. évfolyamra mondjuk egy szakképző vagy egy szakközépiskolára, mert mondjuk valamilyen módon nem voltak jók a tanulmányeredmények, és ezt célozta meg, de időközben mondjuk arra gondol, vagy azért, mert azt a szakmát, vagy azt a szakképzést nem tudja elvégezni valami miatt, akár ez lett fizikális probléma is, hogy mégiscsak gimnáziumba menne át, akkor azért a természettudományokkal, a második idegen nyelvvel kapcsolatban lehetnének problémái. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy egyéni elbírálásokat kellene alkalmazni, és mégis lehetővé tenni, hogy egy sikeresen befejezett évfolyamot más iskolatípusban esetleg megismételje. Ha egy diák a változtatás miatt lemaradt a szombati felvételiről, előzetes bejelentéssel és igazolással pótló írásbeli vizsgát tehet január 22-én. Együttműködési megállapodás kötött egymással a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok. Október 12-én a nemzetiségi választásokon a roma, a német és a horvát önkormányzat alakult meg Győr-Moson-Sopron megyében.
Az együttműködés a vezetők között nem újdonság, korábban is volt már hasonló megállapodás. Az új aláírásra az új testületek és a jogszabályi előírások miatt volt szükség. A megállapodás a tisztségviselők mandátumának lejártáig szól. 21. alkalommal rendezték meg a hétvégén az esküvői kiállítást Győrben, az Icsi palotában. A kiállításon az esküvőre készülő párok megismerhették az aktuális trendeket és az esküvői szolgáltatások széles körét. Esküvőre készülünk, ezért vagyunk itt, illetve a lehetőségek iránt érdeklődünk, hogy a mai piacon miket lehet, illetve kiktől úgymond rendelni és készíteni. Nézegetünk, ötleteket gyűjtünk, aztán majd alakul. Ehhez, vagyis az ötletgyűjtéshez nyújt nagy segítséget az ifjú pároknak az évről évre megrendezett esküvői kiállítás Győrben. Az idei kiállításon több mint 40 kiállító volt, sokan esküvői ruhákat mutattak be. Egy tervező elmondta, nagy divat újra a csipke, sőt a színes ruhák mellett a fekete is. Most nagyon nagy divat ugye a fekete-fehér, mert ha az ember csinosan akar felöltözni, ugye akkor fekete-fehéret vesz föl. Viszont itt is a színnek a mennyisége nem mindegy egy ruhán. Az, hogy ez a ruha teljesen komplett fekete, vagy csak belecsaljuk valahova mondjuk a masniba, a díszítésbe, a hímzésbe, elég hátul a fűzőt kicserélni mondjuk feketére, egy fekete-fehér kálacsokorhoz. Stábunk igazi kuriózumokat is talált a kiállításon. A párok a ceremóniára akár egy oldtimer kedilekkel is érkezhetnek. Sőt, ha az esküvői fotózásra is valami egyedit szeretnének, egy igazi velencei gondolán is készülhetnek róluk a képek. Jó vőfély, hát nem tudom, szoktam mondani, hogy 100 kiló alatt nem vőfély a vőfély, hát ez csak egy vicc. Legyen nyitott, legyen kreatív, szeresse az embereket, szeresse a szakmát, amit csinál, odaadóan, és akkor már szerintem már megy magától is a dolog. Ezek egy jó vőfély ismérvei, aki elengedhetetlen egy igazi lakodalomhoz. Ő irányítja és szórakoztatja a vendégeket. Belőlük sem volt hiány a kiállításon. Hosszú és nagyon szép élet várjon rátok. Senkinek a baját soha ne kívánjátok. Mert itt van ez a tányér, tudom nem rajtatok múlik, de mégis lepottyanhat és darabokra hullik. Tál István esküvőszervezéssel foglalkozik. Ő is egy egyre divatosabb különlegességet mutatott be. A gyümölcspálmát. A gyümölcspálma 4 éve jött be az országba, akkor indítottuk el. Nagyon sokféle verzió létezik belőle, sima, dupla pálmák, szívva formátumban, kapu formátumban, az itt hátható újdonság, ahol gyakorlatilag édességekkel is variáljuk ezt a dolgot, ez a candy pálma és a gyümölcspálmának a verziója. Januárban több esküvői kiállítást is szerveznek Győrben, így a január 24-i hétvégén is várják az ifjú párokat az egyik bevásárlóközpont rendezvényére. Fergeteges bohózattal lepte meg a közönséget a tatabányai Jászai Mari Színház és Népház. Georges Feydeau francia szerző több száz darabot írt a 19. és a 20. században, és bár Magyarországon elsősorban az Osztrigás Mici és a Bola a fülbe előadásai ismertek, a Hülyéje című darabja is méltán világhírű. Röpködnek a poénok a Jászai Színház legújabb bohózatában. Még be sem fejezték a nézők a nevetést, már is kezdhetik előről. És így megy az egész este, 3 felvonáson át. Az alaptörténet mindössze annyi, hogy Lucien azt mondja hódolóinak, hogy csak akkor csalja meg férjét Crepant, ha ő előtte megteszi vele ugyanezt. Hogy nem hamar kiderül, hogy egy alkalommal a férje ezt már megtette, a darab ezután hoz percről percre újabb fordulatokat. Maga a téma az inflagranti, és a hűtlenség az szerintem nem annyira vidám téma, de nagyon jól megoldott poénok, és nagyon mókás az egész. A mellettem ülő hölgyet szeretném idézni, mielőtt kijöttünk szünetre, annyit mondott, hogy el kell menni a mosdóba sminket igazítani, mert lenevette a szemfestékét. Ha kívánt egy hölgyet, akkor... Egy is több mosok. A siker titka talán az, hogy minden karaktert olyan egyedivé formált az író, a rendező és persze maga a szereplő, hogy már várja a néző, milyen mulatság is lesz ebből, amikor megjelenik valaki újra és újra a színen.
Ezt a darabot én nem ismertem. Itt gyakorlatilag minden pillanat egy hihetetlen új és fordulatos meglepetés. A helyzet komikumok mellett Hanvai Kornél fordítása olyan plusz ötleteket vitt a darabba, amit talán még az eredeti francia nyelv is nélkülözött. Csárcsókolsz és körmölsz! Mit körmölök? Ja, karmolok! Te vagy, hogy egy embernek körme van. Körme? De karmol! Ez a nyelv szépsége. Tessék megtanulni! Nem körmébe kerül, hanem karmába kerül is. De nem karmára néz, hanem körmére néz. És nem körmezsit, hanem karmazsit. És nem karmalát, hanem körmelet! Rendkívül szórakoztató. Éppen arra gondoltam, hogy ebben a szürke napokban, amelyeket most januárban érünk, tényleg fényt visz és mosolygást az emberek arcára. A lasbe a játékot viszont szerintem fantasztikus. Hogy Krepennek végül sikerül-e kikecmeregni a csávából, azt nem árulhatjuk el. Azt viszont igen, hogy március 15-éig további 7 alkalommal viszik szíra a művészek az előadást a Tatabányai Jászai Mari Színház és Népházban. Így aki ezek egyikén ott lesz a nézőtéren, annak biztos, hogy remek estéje lesz majd. Két jogosítvány nélküli sofőrt is elfogtak a rendőrök Győr-Moson-Sopron megyében vasárnap. Az a közös bennük, hogy mindketten ittasak voltak és balesetet is okoztak. Vasárnap hajnalban Sopronban egy kanyargó szűk utcában csúszott meg egy 17 éves fiú és ütközött neki a partoldalnak. Ő is és utasa is könnyű sérüléseket szenvedett. Még ugyanaznap este Pázmánfol és Győrság között egy autós pedig túl gyorsan akarta bevenni az egyik kanyart, ezért az árokba vágódott. A 24 éves sofőrt itt is könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet. Feladta magát az a betörő, aki karácsonykor két gyirmóti telekre is beszökött. Az árakat letörte, majd átkutatta a házakat, többek között televíziókat, laptopot és quadot is ellopott. A férfi saját maga jelentkezett a győri rendőrkapitányságon, és részletes beismerő vallomást tett. A rendőrök a 40 éves rápatonai férfi ellen betöréses lopás megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást, és vizsgálják azt is, hogy lehetettek köze más bűncselekményekhez. Tartós élelmiszerekkel, háztartási eszközökkel, bútorokkal indult a környei önkormányzat két autója Tátra, ahol még január elején egy 6-tagú család otthona égett le. Mivel egy fából készült mobilházban éltek, mindenük a tűzbe veszett. Az otthon nélkül maradt család jelenleg a nagymamánál él, és egy helyi alapítvány szervezett gyűjtés számukra. Mind magánszemélyek, mind pedig civil szervezetek csatlakoztak a gyűjtéshez, és a tervek szerint hamarosan megépülhet a család új otthona is. A hétvégén rendezték az ország legnagyobb médiabáját Győrben, itt adja át minden alkalommal az Audi Hungária azt az elismerést, amelyet pályázat útján nyerhetnek el kollégáink. Idén Hábaranyai Edina fotóriporter és Szejsz Tibor sportújságíró munkáját találta a legkiemelkedőbbnek a zsűri. Ezzel a fotómmal pályáztam, és most szeretném bemutatni azokat a kollégákat, akik a szakmai fejlődésemhez hozzájárultak. Szabóné Tóth Mária Manyóka. Szokatlan, ám a bálózók között is nagy elismerést váltott ki Hábaranyai Edina, a Kisalföld fotóriporterének kisfilmje, aki a nagy nyilvánosság előtt így köszönte meg mindazoknak, akik pályafutása során segítették őt a szakmai fejlődésben. Azokról sem feledkezett meg, akik már nem lettek ott a bálban. Példaképpen Matusz Károly fotóriporter, aki visszahozott ebbe a szakmába. Széles látásmódomat Horváth Sándor újságírónak köszönhetem, és most tudom, hogy borzasztóan büszke lenne rám. Nem csak a képi, az írott kategóriában is a Kisalföld munkatársa vehette át az elismerést. Szejsz Tibor idősebb Fejér Miklóssal készített riportot a labdarúgó halálának 10. évfordulóján. Kezdő újságíró voltam, amikor Mikivel történt a tragédia. Ismertem személyesen, a magyar újságírók közül talán én voltam az utolsó, aki beszélt vele. Máig felfoghatatlan számomra, ami történt. Időközben Miki szüleit is megismertem, sokszor volt alkalmam velük interjút készíteni, természetesen Mikivel kapcsolatban. Miklós szüleivel nem csak újságíróként beszélgetek, mint ismerős, mint barát, át is érzem valamennyire az ő helyzetüket. És ezért is fontos, hogy amikor Mikiről írok, visszaadjam ezeket az érzéseket, és méltóképp emlékezzek meg róla én is. Éppen 10 éve, 2005. január 19-én hunyt el autóbalesetben Kulcsár Anita, akit néhány hónappal később megválasztottak a világ legjobb női kézilabdázójának. Sok oldalaságára és kitűnő mentalitására Rót Kálmán az első között figyelt fel, így 1995-ben csábította Győrbe, hogy az Eto'o játékosa legyen. A beállós egy évvel később már bemutatkozott a válogatottban is, és győriként lett olimpiai ezüstérmes, valamint Európa bajnok.
Tovább bővült a győri Audi Eto amúgy is népes sérült listája a Siófok elleni mérkőzésen. Ambros Martinék most a csapat horvát kapusát, jelenleg Grubišićet veszítették el, aki az egész szezonra kidőlt egy szerencsétlen mozdulat miatt. A mérkőzés egyébként nagy arányú győri győzelemmel zárult. Jól kezdték a mérkőzést a fehérben játszó balatonpartiak, Orbán Anna Mária és Nina Wörz góljaival a 20. percben még vezettek is. Aztán bemelegedtek a zöld-fehér lányok, és jöttek a zúgó bombák. Susan Müller és Anesen is többször átlőtte a siófoki falat, jelenleg Grubišić pedig a hazai kapuban bizonyított. A győri erődemonstráció megfogta a vendégeket, a félidői 18-12-es hazai vezetéssel zárult. A második játék részben aztán minden ott folytatódott, ahol az elsőben abba maradt. Nőtt a győri előny, majd jött ez a jelenet, amely elsőre ártalmatlannak tűnt, de később kiderült, a csapat egész tavaszára kihatással lesz. Grubišić ugyanis előső keresztszalagszakadást szenvedett, és ezzel az egész szezonra kidőlt, felépülése várhatóan fél évet vesz igénybe. Ez sem fogta meg azonban a hazai csapatot, az 53. percben már 10-zel vezettek a zöldfehérek, a végére pedig még nagyobb lett a különbség, a győri hölgyek végül 34-20-ra győztek. Ők egy nagyon jó csapat valóban, viszont mi egyre jobban összeállunk csapatként, erősítenek bennünket a sérülés, illetve a terhes hullámuk, úgyhogy azt gondolom nagyon egybe vagyunk, egymásért játszunk, egymásért küzdünk. Megyünk, csináljuk a feladatunkat. Ez a mai meccs is olyan volt, hogy nagyon vártuk, mert azért mi is tudtuk, hogy kevesebben vagyunk, és azért most jön először olyan ellenfél, aki komolyabb, így januárban, de nagyon örülök, hogy meg tudtuk mutatni a közönségnek is, és bebizonyítottuk, hogy mi bízunk magunkba, és remélem, hogy ezek után ők is továbbra is bíznak bennünk, mert azért itt vagyunk még. Attól, hogy vannak sérültjeink, hiányzóink, azért még nagyon is itt vagyunk. A teljesen széteső Siófok az utolsó 13 percben csak 2 gól dobott, ez pedig a remekül záró védelmet dicséri. Egy jó csapattal játszottunk kemény meccset. Sokáig szorossá tudták tenni, de a védekezésünk nagyon jól működött, ez volt a mai mérkőzés kulcsa. Teljesen egyetérthetünk abban, hogy a Siófok egy nagyon jó csapat. A szezon jól indult számukra, de idén még nem tudtak győzni, és bizonyítani akartak. Nekünk, mint tudjuk, több problémával is meg kellett küzdenünk. Az első félidőben változtatnom kellett a védelmen, mert nekünk esett az ellenfelünk, ezután viszont javultunk támadásban és növelni tudtuk az előnyt. A második félidő nagyon komplikált volt, de a védekezésünk fantasztikusan működött. Élveztem a csapatjátékát. Szerdán este 7 órakor jön az újabb erőpróba, a szezon legjobban várt mérkőzésén a Ferencváros látogat az Audi Arénába. Jelen a Grubišić sérülése miatt legalább 6 hónapig nem tud a csapat rendelkezésére állni, de nem csak emiatt van nehéz helyzetben az Audi Eto KC. Gáspár Milán kollégám összegyűjtötte, hogy mit lehet tudni a csapatos sújtó sérülés hullámról. Szia Milán, kik hiányoznak most az Audi Eto KC csapatából? Köszönöm szépen, Pepe, nagyon sok szeretettel köszöntöm én is az Oxigén Televízió kedves nézőit. Valóban így van, soha nem látott hiányzó mennyiséggel kell számolni az Audi Eto KC-nak ebben a szezonban. Kezdődött ugye Katrin Lunde, illetve Görbic Anita terhességével, az viszont már egy sokkal kevésbé örömteli dolog, hogy sérülés miatt Eduarda, Amorim, Orbán, Adrien, illetve most már jelen a Grubišić sem tud a csapat rendelkezésére állni. És szintén sérült egyébként Csapó Kira is, ugye a nagyon-nagyon fiatal kapusról van szó, neki is a lába sérült meg, így ő sem tud a rendelkezésére állni a zöldfehéreknek. Lehet-e tudni arról valamit, hogy a csapat hogy próbálja megoldani a problémákat? Két játékos már érkezett a csapathoz, Tamires Morin a beálló pozícióban, illetve Janak Nédlikova jobb szélen tud segíteni a csapatnak. Viszont ez a kapus problémát továbbra sem oldja meg, hiszen ugye Herr Orsolya maradt jelen pillanatban egyedül kapusként a zöldfehér csapatban. Kelecsényi Ernő klubelnök azt mondta ma, ez egészen friss információ, hogy minden idejét azzal tölti, hogy sikerüljön megtalálni a megoldást erre a problémára. Szóba került például az is, hogy Pálinger Katalin, aki 2012-es visszavonulásáig a világ egyik legjobb hálóőre volt, hogy esetleg őt reaktiválná a zöld-fehér klub erre a szezonra, de Kelecsényi Ernő azt mondta, hogy ez a dolog egészen biztos, hogy nem fog megtörténni. Azt mondta, hogy igyekeznek megtenni mindent, de egyelőre konkrétumokról nem tud beszámolni, de amint ez megtörténik, amint hasznos információval tud majd szolgálni, azt természetesen el fogja mondani. Mikorra kell megoldani ezeket a gondokat?
Az idő szorít, hiszen jövő vasárnap, azaz február 1-én a győri Audi Etokácia Larvik ellen kezdi a BL középdöntőit, az ellen a norvég Larvik ellen, amely szintén nem talált legyőzőre eddig a Bajnokok Ligájában. Ami miatt viszont érdekes ez a mérkőzés, hogy napokon belül le kell adni a találkozóra a nevezéseket, benne természetesen a végleges játékos listával, így alig néhány napja van a győrieknek arra, hogy megoldják ezeket a problémákat. Szerdán egyébként még egy nagyon izgalmas találkozója lesz a győrieknek, akkor a Ferencvárossal találkoznak az NB1 szuperrangadóján, a győri Audi Arénában. Gáspár Milán, köszönjük szépen! Új játékos csatlakozott a CMB Cargo Uni Győr női kosárlabda csapatához. A szezon végéig a zöldféreket erősíti a szerb válogatott Bojana Vulic. A 31 éves, 191 cm magas játékos elsősorban a 4-es erőcsatár poszton bevethető. Eddig a lengyel Wroclaw csapatában játszott. Füzi András klubelnök szerint Vulic neve már korábban is felmerült a csapatnál, de egészen mostanig nem sikerült megegyezni vele. A szerb játékos szerződése a szezon végéig szól. Egy törvénymódosítás szerint mostantól 8 osztályos gimnáziumban csak a negyedikesek, 6 osztályban pedig csak a hatodikasok jelentkezhetnek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirtelen bejelentése miatt félreértések adódtak az idei felvételiken. Világhírű darabot állított színpadra a Tatabányai Jászai Mari Színház. Fejdő a hülyéje című előadása nagy sikert aratott a nézők között. Simán győzött, mégis nagy veszteséget szenvedett a győri Audi Etokácia női kézilabda NB1-ben. A horvát kapus Jelena Grubišić térszalagszakadást szenvedett. Természetesen mai adásunkban sem maradhatnak programajánló nélkül. Ezúttal is testvérrádiónk, az Ózon FM műsorvezetője Kóródi Petra gyűjtött össze a régió kikapcsolódási lehetőségeit. Szia Petra, ma milyen programokat ajánlasz nekünk kedre? Szia és köszöntöm a nézőket, hoztam egy különlegességet. Az Import Impro Egyesületet, az úgynevezett improvizációs társulat 2008 óta színesíti Győr kulturális életét, hamar népszerűek lettek. Az elmúlt években többször felléptek az ország több pontján, Miskolctól Pécsig, és most egy hazai előadásukat ajánlanám a figyelmükbe, Győrit. Az Import Impro Egyesület előadása délután 4 órakor kezdődik, Győrben a Rómer Múzeum Rómer termében. Aztán június Győrben a korábban elmaradt színházi előadást holnap este 7 órától pótolja a Győri Nemzeti Színház. A színmű a férfi és a nő bonyolult kapcsolatrendszerére épül. És még egy kis színházi program, Tatabányaiak, ők figyeljenek! Holnap este 7 órától az Öldöklés Istene című komédiát nézheti meg a közönség Tatabányán a Jászai Mari Színház és Népházban. Most pedig következzen az időjárás jelentés. Borult lesz a kedd az előrejelzések szerint északnyugaton, azonban csapadékra és megerősödő légmozgásra sem kell számítani a prognózisok alapján. Kedden hajnalban 2, amíg reggel 4 fok körüli értékek valószínűek. Kedden délutára is maradnak a felhők a térségben, a nappali maximum 5-6 fok körül alakul. Kedden este is borult idő várható, 2-3 fok valószínű. Változékony lesz a folytatás, csapadékot is jósolnak északnyugatra. Szerdán többfelé várható eső, a reggeli és az esti órákban 2, amíg napközben 6 fok várható. Csütörtökön is maradnak a felhők, elsősorban az esti órákban várható csapadék, reggel és este 2, amíg napközben 7 fok valószínű. Pénteken csak erősen borult lesz az ég, csapadékra kis esély van. A nap elején és végén fagypont körüli értékeket mérhetünk majd, amíg nappal 5 fok körüli hőmérséklet várható. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió január 19-i műsorát látták. Friss híradóval legközelebb kedden este 7 órától várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.